Pozdravljam svakoga. Pogledajte naš hrvatski TV magazin, ostanite s nama. Predali su obnovljenu zgradu Pečuškog hrvatskog kluba Augusta Šenue. Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske, je posjetio Seksard. Šokac i Švabo, dva dobra prijatelja. Zajedno su proslavili narodnosti u Mohaču. Neobičan prijatelj, lutkarska predstava Umjetničke akademije iz Osijeka u Pečuhu. Obnovio se Pečuški hrvatski klub. Završeni su radovi vanjske rekonstrukcije Pečuške zgrade pod posebnom zaštitom, odnosno obogaćene su usluge narodnosne kulturne institucije, ostvarila se galerija i multimedijska dvorana. Radovi su ostvareni potporom mađarske vlade. Svečano otvorenje su održali u četvrtak popodne. Pécsi és Pécs környéki horvát értelmiségiek alapították 40 évvel ezelőtt az August Šenua horvát klubot, ami azóta is a horvátok kulturális központja, egyfajta igazodási pont. A most befejezett mintegy 50 millió forintos beruházás a magyar kormány támogatásával valósult meg. Amíg nem volt más horvát intézmény a városban, addig ez volt a minden héten a találkozási hely, a különböző rendezvények központja, és gyakorlatilag azóta szerintem nincs olyan pécsi és Pécs környéki horvát, aki legalább egyszer látogatott volna el valamilyen rendezvényre. Sajnos a 40 év alatt azért elkoptak a székek, a falak, és néhány évvel ezelőtt az államtitkár úrral egy rendezvényen vettünk részt, ahol elpanaszoltuk, hogy most már ráférne egy felújítás az épületre, és szerencsére meghallgatott minket, és a magyar kormány segítségével sikerült az utóbbi néhány hónappal felújítani az épületet, és azt gondolom, hogy valóban egy impozáns épület, egy impozáns központ jött létre, egy galériával, egy multifunkcionális térrel, és remélem, hogy ha 40 évig vonzott az itt élő horvátokat, hogy a fiatalok is ezután is megtalálják itt azokat a programokat, amilyen érdemes bejönni, és ez a klub továbbra is a Pécs és Pécs környéki horvátok legfontosabb kulturális központja lesz. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepségen azt mondta, a beruházás egyik fontos célja volt, hogy méltó környezetet biztosítson a nemzetiség, azon belül pedig különösen a fiatalok számára. Elmúlt egy évtizedben hatalmas nagy változás történt a magyarországi nemzetiségek életében, és azon belül a horvátokéban is, hiszen több iskolát vettek át, több kulturális intézményt tartanak most már fent, fantasztikus felújításokat valósítottak meg, és önkormányzatiságokban is megerősödtek. És ezért azt gondolom, hogy a magyarországi horvátok is nagyon fontos, hogy megkapják azt a támogatást, amely kultúrájuk, nyelvük, közösségeik megőrzését és továbbadását szolgálják. Így történt ez itt Pécsett is, és így történik egyébként országszerte is, hiszen csak ebben az évben több mint 40 településen olyan beruházások történnek 630 millió forintért, amelynek eredményeképpen kisebb épületek, közösségi házak, közösségi területek, nagyobb iskolák, és adott esetben kulturális helyiségek is megújulnak, vagy pedig újak épülnek. Ebbe a sorba tehetőbe, hála Istennek, a kulturális háznak, épületnek a megújítása is, amelyre bőven ráfért a munka, bőven ráfért a felújítás, és gyönyörű lett, azt kell mondanom. Pécs egyik értéke, gyöngyszeme lett, és az az 50 millió forintos támogatás, amellyel a kormány mindezt támogatta, én azt gondolom, hogy jól hasznosult. Mindezt persze akkor érdemes támogatni, és akkor hozza meg igazából a gyümölcsét, hogyha maga a közösség az tartalommal megtölti. Akkor, hogyha a közösség mind kulturális, mind pedig nyelvi szinten erősödik,
és megmarad. És Magyarország kormányának a következő 4 évben is az a célkitűzése, hogy magyarországi nemzetiségeket, így a horvátokat is mindenképp ebben a törekvéseikben segítsék. Az August Chenoa Horvát Klub külső-belső felújítása több lépcsőben valósult meg. Aki esetleg nem volt az utóbbi 5-6 évben a klubban, az valóban rácsodálkozik a változásokra, hiszen körülbelül 4-5 évvel ezelőtt az udvart újítottuk föl, és azt gondolom, hogy ott most egy ilyen igazi mediterrán kis sziget alakult ki itt az udvaron. Sikerült a külső felújítást is elvégezni minden oldalról. Arra is ráfért már a felújítás és a belső felújítások. Igen, van még egy felső szint, amit most nem volt pénzünk, de remélem, hogy vagy saját forrásból, vagy a kormány segítségével azt is sikerül majd felújítani, és akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg a következő néhány évtizedre megoldott mindenfajta ilyen problémánk. Itt vagyunk a város központjában, egy igazi mediterrán kis sziget ez tulajdonképpen, és a turisták is, ahogy mennek a klub mellett, látják a horvát zászlót, horvát feliratokat, ők is rácsodálkoznak. De azon kívül mondom, a magyar itteni horvátoknak is ez egy ilyen állandó találkozási pont, egy hely, ahol mindig találnak valami jó programot. Nem beszél arról, hogy most az utóbbi időben meg is emlékezünk azokról a horvátokról, akik a klubért, vagy a városban élő horvátságért sokat tettek, azoknak egy emléktáblát avattunk minden évben. Úgyhogy én azt mondom, hogy méltóan őrizzük a hagyományokat egyfelől, de gondolunk a jövőre is. Az ünnepségen arra bíztatták a magyarországi horvát közösséget, hogy továbbra is töltsék meg lélekkel, tartalommal és sok-sok szépséggel a házat. Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske, je posjetio Seksard na međunarodnoj konferenciji pod organizacijom doktora Ivice Đuroka, voditelja Zavoda za istraživanje narodnosti. Na konferenciji je bilo riječi o hrvatskim i mađarskim manjinama, o položaju narodnosti, o kulturnim i društvenim identitetima. Prije konferencije hrvatski gosti imali su dogovor s doktorom Gaborom Sećijem o mogućnostima proširenja hrvatsko-mađarskih visokoškolskih znanstvenih veza, o prekograničnim istraživačkim i znanstvenim suradnjama. Stjepan Mesić, egykori horvát miniszterelnök és államfő tartott előadást a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képzés vidékfejlesztési karán. A politikus egy a KPVK kisebbségkutató központja által rendezett nemzetközi konferencián vett részt több horvát közéleti személyiség társaságában. A legfontosabb vendégünk a volt horvát köztársasági elnök, Stjepan Mesić úr, aki ugye Jugoszlávia utolsó vezetője is volt, egy legendás történelmi alak, nyugodtan mondhatom, aki ma is aktív, és nagyon határozott álláspontja van, például a kisebbségi, nemzetiségi politikával kapcsolatban. Mellette még több neves előadó mutat be érdekes kérdéseket, témákat a hallgatóságnak, többek között például a Horvát Alkotmánybíróság egyik tagja érkezett el, a Horvát Vöröskereszt elnöke tart a lehetséges oktatási együttműködésekről előadást, de jelen van egy horvát felsőoktatási intézmény vezetője is, aki remélhetőleg majd az együttműködési pontokat fogja, a képzési, oktatási együttműködési pontokat fogja megvilágítani. Magyar kollégák is előadnak, karunk azon kollégái, akik a kisebbségi, nemzetiségi kultúra kérdését kutatják. Az elmúlt években már kialakult horvát partnerekkel együttműködés, elsősorban kutatási, képzési területen. Ennek az együttműködésnek az új állomása a Szekszárdon megtartott tanácskozás, amely egyúttal az újonnan alapított kisebbségkutató központ bemutatkozása is. Ezen a rendezvényen elsősorban azt vitatjuk meg, hogy a horvát és magyar kisebbségi, nemzetiségi kultúrák jelene, jövője, hogyan formálható, alakítható, erősíthető egy átfogó képzési program jegyében. Egyfelől megvizsgáljuk a múltat,
mit tettek eddig az államok azért, hogy erősödjenek ezek a nemzetiségi kisebbségi kultúrák. Másfelől pedig próbálunk felelni a jövővel kapcsolatos kérdésekre, mindenekelőtt arra, hogy az új kultúra, a digitális kultúra új nemzedékei, a mai gyermekek, fiatalok mit tehetnek azért, hogy egy előítéletmentes, befogadó, nyitott világban tudjunk élni, amely világ lehetőséget ad arra, hogy a nemzetiségi kisebbségi kultúrák megerősödjenek. Széchy Gábor azt is elmondta, hogy az egyetemnek és a Szekszárdi Karnak is több horvát partner intézménye van, köztük számos pedagógus képző intézménnyel is tartják a kapcsolatot, sőt a jövőben bővíteni is szeretnék ezt a kört. Erősítenünk kell majd a hallgatói mobilitást, tehát egyelőre az érdeklődés mondjuk így, hogy még kezdeti, de bízunk abban, hogy pontosan az ilyen rendezvények, amelyek hírverést adnak ennek a kooperálásnak, segítik majd a mobilitás erősödését. Tehát meglévő képzési, oktatási együttműködésekre is tudunk építeni. A horvát-magyar kapcsolatokat lassan egy 1000 éves múlt határozza meg. Nagyon sok mindenben hatott egymásra a két nemzet oktatási, kulturális, képzési struktúrája, és ezek a mai napig folyamatosan befolyásolják egymás fejlődését, tette hozzá Széchy Gábor. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha a jövőben gondolkodunk, modelleket, mintákat keresünk, akkor a horvát-magyar fél egy remélhetőleg jól működő közép-európai modellt tud kínálni az Európai Uniónak arról, hogy hogyan lehet például az előítéleteket eliminálni a fiatalok gondolkodásából, hogyan lehet erősíteni a nyitottságot, és hogyan tudjuk ma a digitális kultúrában a kulturális identitás nemzetiségi, kisebbségi vonalon megjelenő elemeit erősíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy a közös múltból fakadó, nagyon-nagyon hasonló fejlődési vonal, nyilván a nemzeti sajátosságokkal elegyítve érdekes együttműködési lehetőségeket körvonalat. Felsőoktatási téren gyümölcsöző együttműködések alakultak ki a horvát partnerintézményekkel, amiket a jövőben a PTE tovább szeretne gyarapítani, hiszen rendkívül sok nyitott lehetőség van még ezen a területen. Nakon dvije godine ponovo su organizirali švabsko šokački bal u Mohaču. Priredbu je otvorio Miklos Šoltes, državni tajnik za vjerska i narodnosna pitanja, koji je naglasio da prošlost narodnosti u manjini i kulturni se korijeni uglavnom razlikuju od prošlosti i korijena većinskog naroda, ali upoznavanje i priznavanje kulture drugih izričito je važno. Sokac és Schwab két jó barát. Ismét együtt bálozott a két történelmi nemzetiség, a horvát és a német Mohácson. Az ötletgazda Filákovics István, a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes vezetője egyik koreográfiájában a Sokac-Schwab vegyes házasságot vette alapul, majd hagyományteremtő céllal a mohácsi német önkormányzattal közösen rendezte meg az első bált. A lakodalmast idén is előadták a táncosok. Mi egy Schwab-Sokac lakodalmast adunk elő, és én leszek a csávó, én leszek a vőfé, a Sokac vőfé. Ugye arról szól a lakodalmas, hogy egy Schwab menyasszonyt és egy Sokac főlegényt fogunk összeadni, és én leszek a vőfé, én fogok a hangulatért felelni ezen a mai rendezvényen. Mohácsi Sokac vagyok, és abból is látszik, hogy mennyire tartjuk a hagyományokat, hogy ez a ruha is, ami rajtam van, ez ilyen nagyapámi volt, aztán az édesapám is táncolt benne, és aztán és most pedig én büszkén viselem. A Sokacok azok klasszikusan római katolikusok. Ugye azt is szokták mondani, hogy a ferences, katolikus ferences szerzetesekkel jöttek Magyarországra, Horvátországból, vagy a délszláv területekről. A Schwab menyasszony szerepe ezúttal Nikinek jutott. 20 éve kezdtem el itt táncolni, már óvodában is táncoltam, sőt már általános iskolában is, és így anyukám még úgy döntöttek, hogy akkor kicsit komolyabban foglalkozunk majd vele, és hát így kerültem ide Mohácsra. Én Schwab származású vagyok, a családom is Schwab származási nyilván, a nagymamám még mai napig népviseletbe jár, és hát szoktunk otthon Schwabul beszélni, bár inkább csak ő, mi meg azért magyarul válaszolunk, de néha-néha kicsikar belőlünk egy-két Schwab szót. 1920-ban nálunk már úgy mentek férjhez a lányok Sombereken, ez egy sombereki mennyasszonyi ruha lesz, hogy volt ez a Schwab szoknya, ez a fekete kabát, alatta volt egy színes válkendő és egy fehér kötény, és ugye azért volt kendő is, meg kabát is, mert általában télen mentek férjhez a lányok, és hát, hogy ne fázzanak. Ez most a 8. alkalom, hogy megrendezzük a Schwab Sokac bált itt Mohácson. Sajnos a 2 év kihagyást azt eredményezte, hogy tulajdonképpen idén a 10.
évfordulót kellett volna ünnepelnünk, hiszen 2013-ban jött Filákovics István, a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes vezetője, hogy rendezzük meg ezt a bált, és azt hiszem a jelenlévők és az itt, akik érkeznek ma mindenképpen, ezeknek a nagy száma az bizonyítja, hogy ennek itt helye van Mohácson. Itt Mohácson nagy hagyománya van mind a sváb, mind a sokat táncoknak, hiszen a mohácsi fiatalok a vegyes házasságokkal szinte magukba szívták azt a kettősséget, hogy a családon belül mind a két kultúrával érintkezésbe kerülnek, és nagyon szeretik egymás táncait is táncolni. Több egyesület van, több tánccsoport van, például a Mohács Nemzetiségi Néptánccsoport, aki ezt évtizedek óta nagyon nagy színvonalon űzi, és nagyon sok diákot is ma itt megtalálunk, úgyhogy én remélem, hogy így hajnalban tényleg öröm lesz a táncparketten a fiatalokkal együtt táncolni. Én csináltam 2012-ben egy ilyen koreográfiát, a Schwab sokat lakodalmas. És az egy fesztiváldíjas koreográfia lett, és utána a német önkormányzat elnökasszonyával megbeszéltük, hogy eljön a tánc, és annak apropóján, hogy legyen egy ilyen bál. És ez nagyon-nagyon bejött, hiszen ilyen 500-600-ak vesznek részt a bálon. Mindig az általam vezetett Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes nyitja meg. Köztudott, hogy mi három nemzetiségűek vagyunk. Tehát mindig volt egy német, egy horvát tánc, nem hosszú, csak éppen megnyitjuk a bát. Ez a lakodalmas most a 8 évből már negyedszer lesz, mert az emberek ezt kérték tőlük. Bevallom őszintén, valamikor ilyen 150-en voltunk, most a pandémia, mert 5 korosztályba táncoltunk, alsó tagozat, felső, stb. Most a gyerekeim így eléggé lemorzsolódtak, mert másfél évig nem volt próba, elmentek sportolni, van, aki másik együttesbe, kevesebben lettünk, de így a középiskolás egyetemista csoport, illetve ebbe a táncba felnőtt is kell, azok úgy megmaradtak, tehát már nincs akkora érdeklődés, mondjuk, mint 15 évvel ezelőtt, de azért még megvan, mert aki ezt hozza otthonról például, én echte horvát létemre, sokat létemre, imádom a sváb népzenét, a sváb néptáncokat, tehát a gyerekeim 6 éves kortól táncolnak nálam, és őnekik igaziból teljesen mindegy, hogy mit táncol, de ennek a koreográfiának volt egy érdekessége, mert ugye a fele az, majd meglátjátok, a fele az svábokat képviseli, mert egy sváb lányt vesz el, egy sokat fiú, és akkor nagyon érdekes volt, hogy volt olyan, aki csak úgy mondtam, hogy választhatok, és mondtam, hát te gyere át ide, te gyere át oda. Nem, én szeretnék most sváb lenni, mert én az vagyok, és sokat, meg én meg sokat. Tehát ennyire szeretik mind a hármat, világos magyar is táncolunk, de azért ebbe a táncban most próbáltam úgy alakítani, hogy a svábok svábok, a sokacok sokacok. A kisebbségben lévő nemzetiségek múltja, kulturális gyökerei általában eltérnek a többségi nemzet múltjától és gyökereitől, de egymás kultúrájának megismerése és elismerése különösen fontos, hangsúlyozta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a rendezvény megnyitóján. Hihetetlen üzenete van ennek, amit nyugatról nézve meg sem értenek az emberek. Valahogy a kultúra, a nemzetek ott már egyben mosodnak, és itt Magyarországon a nemzetiségek, népcsoportok, akik együtt élnek, és évezredig éltek együtt, fantasztikus módon, hogy így megőrizték 21. században is a kultúrájukat, nyelvüket, mindennapi szokásaikat, ez nagyon fontos. És még egyszer az kiemelten nagyszerű dolog, hogy békében tudnak egymás mellett élni. És pláne ebben a mostani világban, amiben benne vagyunk, amiben látjuk, hogy például a két testvér népnek a háborúja az hova vezet, milyen szenvedéshez, pusztuláshoz vezet. Azok, akik megélték idősebb korosztály a délszláv háborút, emlékszünk arra, amikor ottani, mondjuk nyugodtan ezt testvér népek is sajnos hatalmas nagy pusztítást végeztek egymással szembe, mennyire szomorú és mennyire nehéz ezeket a sebeket begyógyítani, és nekünk pedig a felelősségünk, feladatunk pedig az, hogy magyarországi közösségek
minél több segítséget megkapjanak, hogy mindazt, amit szeretnének megvalósítani, megőrizni, azt pedig megtudják. Míg 1526 előtt Mohács lakossága kizárólag magyarokból állt, a 17. század végén az oszmán-török megszállás utáni betelepítések következtében az akkori Magyarország talán legtarkább anyanyelvű és vallású városa jött létre. Hrvatsko kazalište u Pečuhu ima dobru suradnju s mnoštvom domaćih i inozemnih institucija i ustanova. Takva institucija je i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, čiji odsjek za kazališnu umjetnost gostuje u Pečuhu sa lutkarskom predstavom Maje Lučića Neobičan prijatelj. U lutkarstvu posredan partner lutke je sam glumac koji pokreće i poosobljava tu lutku i zajedno čine predstavu. Umjetničku akademiju 2004. godine su utemeljili u Osijeku, gdje studenti mogu birati i studij lutkarstva. Ansambl je iznio u Pečuhu predstavu Neobičan prijatelj. Možda više da vam kažem o našoj akademiji umjetničkoj, zato što je jako puno ljudi upravo u projektu sa umjetničke akademije, odnosno sa Akademije za umjetnost i kulturu. Čak troje nas je profesori tamo, a troje je studenata. I nekako smo se našli ta ekipica iz tog razloga što je ovo ujedno i diplomski ispit dvojice studenata iz lutkarstva i jedne studenti iz lutkarske režije. Tako da je nekako Slaven ravnatelj nam je dopustio tu priliku da radimo ovdje u ovom kazalištu i da evo nadamo se nastane jedna lijepa topla priča. Lutkarska predstava Neobičan prijatelj koja je namijenjena djeci govori o prijateljstvu, prihvaćanju drugačijih i o promjeni ljudskih emocija, naravi zahvaljujući osobama koja su kao ljepša godišnja doba kao proljeće i ljeto. Svatko od nas u sebi nosi neko godišnje doba. I sad kad mi odaberemo da se u nama nastani zima zbog nekakve tuge koja je u nama, onda to naravno nije lijepo i boli i tužno je i negdje te čačka unutra i imaš potrebu te zime se riješiti. I tako je zapravo u ovoj našoj predstavi jedan dječak dopustio da se u njemu nastani ta tuga, ta zima, koja je neka čudna i neobična zima koja boli za srce. I godišnje doba zima je odlučila njemu pomoći oko toga i dovesti mu jednu djevojčicu koja u sebi nosi jako proljeće kako bi otopilo tu njegovu zimu. I tako su kroz prijateljstvo Gite, djevojčice Gite i dječaka Petra će djeca moći vidjeti kako se događa to jedno otapanje te nelijepe zime. U predstavi koja je namijenjena djeci igraju ulogu djevojčice i dječaka odrasle osobe. No teško je odrediti ima li razlike između odigravanja dječjeg ili odraslog karaktera. Pa nije težak, pogotovo zato što radimo posao koji volimo, tako da to je nešto što smo odabrali i svakako bi krivo bilo ovoga reći da je to nešto teško. A što se tiče ovoga, nisam više tako mala djevojčica, možda bi se složila sa ravnateljicom da svi mi u sebi nosimo ta neka godišnja doba i smatram da je to kao sa emocijama, da bi svi trebali njegovati pomalo i zimu i jesen i proljeće i ljeto, sve u sebi, ali naravno uvijek postoji ono nešto što je dominantno. Tako da mislim da proljeće, moje proljeće nije daleko od Gitinog proljeća, tako da mi je to nekako olakšalo cijeli ovaj put i ne mogu reći da mi je teško. Pa što se tiče profesionalnih lutkarskih predstava, ovo mi je treća po redu, a četvrti, ovisi kako gledamo, recimo treća po redu. Redateljica me pozvala ovdje u ansambl predstave, pošto sam već surađivao sa ostalim članovima ansambla, sa dvojicom sam i studirao i još studiramo i trebao je neki peti koji će pomicati njihove ruke, noge i to uglavnom pomoći oko sveukupne animacije. Što se tiče tih govornih dijelova, imam jednu manju ulogu Gitinog oca koji se samo čuje iz kuće. Probe su u jako pozitivnom ugođaju, svi se dobro slažemo, evo ne znam jesmo se jednom posvađali ili nešto, stvarno smo ovoga se okupili u dobru ekipu i mislim da za sad lijepo radimo i da će produkt isto tako biti lijep. Hrvatsko kazalište u Pečuhu oduvijek smatra važnim najmanjem naraštaju pripremiti predstave da bi i oni mogli uživati te da im odlazak u kazalište bude prirodno.
Predstava Neobičan prijatelj je poučna, nosi duboko značenje u sebi, ali je ipak lako shvatljiva i vesela predstava. Hvala vam na današnjoj pažnji, vidimo se opet!